A Szüreti Fesztiválon természetesen új borként az Ésai Olivér, Ésai Dávid, úgy hívják a bort, őt mutatjuk be, és most kezdjük el értékesíteni a 2020-as vörösborokat. Ezek a 2020-as vörösborokból is igazán három borra vagyunk büszke, a Kadarkára, a kékfrankos válogatásra, ami Bendegúz névre hallgat, és a Kolos Bikavérre. Mind a három szekszárdi palacba került, ők közülük a Bendegúz az aranyérmes is lett, tehát gyakorlatilag őket mutatjuk be a Szüreti Fesztiválon. Ezek az új borok, amelyek már szekszárdi palacba kerültek, egy új irányzatot jelentenek a pincénknél. Látszik az, hogy a fogyasztás elfordul a vörösboroktól és a nehéz vörösborok irányából, és egy könnyedebb irányzatot vesz. Mi megpróbáljuk ezt követni, és megpróbálunk egy stílusában könnyedebb, játékosabb vörösborokat előállítani. Erre a Kadarka, mint fajta, nagyon alkalmas, de a kékfrankos és a bikavérnél is egy könnyedebb irányba mentünk el. Természetesen a fiúk lesznek kint, a Bendegúz és a Kolos fogja illusztrisan árulni a Bendegúz és a Kolos bort, és a Boton mind legkisebb fiú is ott fog segítkezni. Az Attila birtok nem véletlen birtok, tehát nem csak pince és nem csak borászat, azért lett birtok a neve, és a szlogenje az, hogy több mint borászat, mert nagyon sok szolgáltatást nyújt. Tehát mi a birtokon egy élményt szeretnénk adni, aminek egy része a bor. A másik fele az itt tartózkodás, a túrák, a vadászatok, a közös vacsorák, a borkóstolók. Tehát egy birtok élményt szeretnénk adni komplexen, természetesen a borral együtt. Az Attila birtok több, mint borászat.